Sziasztok srácok, egy újabb videóval érkeztem most hozzátok, és ez a videó nem akart elkészülni, pontosabban nem akartam felvenni ezt az egész mai napomat, mert nagyon-nagyon kaotikus, és már most érzem, hogy káosz lesz a vége. Mégis felveszem nektek, mert lehet, hogy izgalmas lesz, sőt, amúgy biztos. Alapvetően háttérsztori, hogy van egy együttműködésem a Pöttyössel, igen, jól hallottátok, büszke vagyok magamra. Egy ilyen óriás pöttyöst fogok újraalkotni. Ilyen hatalmas pöttyös lesz a végeredmény, tudjátok, amit itt szoktak itt ott YouTube-on mutatni, és ezt akarom most én is újraalkotni. Alapvetően TikTokra készül a videó, úgyhogy nektek csak ilyen háttér behind the scenes részeket fogok bevágdosni, de ha már elkezdtem a YouTube-ot, akkor tessék, itt egy ilyen videó, így készül egy TikTok videóm újból. Összeírtam, hogy mik kellenek hozzá, nagyon sok minden, mármint úgy, hogy kevés hozzávaló, de nagyon nagy mennyiségekben, és most el fogunk menni a boltba, bevásárolunk, utána visszajövünk, felvesztjük a snitteket, és nekiállunk a sütésnek, főzésnek, hogy hívják az ilyet, nem kell megsütni, meg nem kell megfőzni. Nekiállunk megcsinálni a túró Rudit. Szokásos, boltba járós, mindenhova járós, zokni, papucs, kombó. Ez az egyik védjegyem. Fúj, úgyhogy találkozunk a boltban. Néha azért így el szoktam gondolkozni, hogy így hova tart az életem? Tehát, hogy egy óriás pöttyöst fogok újraalkotni. Well. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meleg van, srácok. Hú, fészek a fejemen megsüt. Izgi. Erre szoktam bejönni a Lurdi házhoz. Hivatalosan erre nem jöhetne be az ember, mert le van így zárva, bár amúgy nincs lezárva, de ide nem jöhetnék be, de annyira vagánya, annyira tetszik ez a vibe, ami itt van, mint hogy a tengerparton sétálnék. Csak én örülök ezeknek a dolgoknak. Beach, I'm on the beach. Ezt mondom, gyerekek, ez homok. Ez egy homokos tengerpart. Ez pusztítóan jó. Na ez a viselkedési forma számomra nem megengedett. Ugye ezt fel kell mindig állítani, hogyha ilyet láttok. Egyrészt, mert ilyet nem illik, másrészt k***ság egy ilyen alapesetben. Meg kell becsülni. Most nyílt egy spár a Lurdiba, de Aldiba fogunk menni, ugyanis Team Aldi. Remélem egyszer szponzoráltok, és lehetek Aldi házi asszony. Na, bevásároltam most mindent, remélem nem hagytam ki semmit, most irány haza, de őszinte leszek hozzátok, gyerekek, azért ne olyan könnyű tartalomgyártónak lenni, és kövezzetek meg, de tényleg, főleg, hogyha valaki nagyon maximalista, mert végig a fejembe volt az összes snit már most, hogy tudjam, hogy jó, akkor miután mi következik, hogy veszem fel, stb. Eléggé megterhelő. Remélem minden sikerülni fog úgy, ahogy elterveztem, mert ha nem, akkor ideges tag lenni. Mutatom, hogy miért szeretem ennyire az Aldit. Ezt nézzétek, 35 g fehérje van benne. Nagyon finom. Az árat azt nem tudom, de azt hiszem ilyen 400-500 körül van maximum. Ez nagyon jó. Most érkeztem haza. Megcsem az ebédemet, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, és utána neki fogok állni a kis desszert készítésnek. Ennyi. Az ebédem pedig csirkemell lesz, as always, és cukkinit fogok csinálni, ilyen különleges elkészítéssel, úgyhogy ezt tök jó, hogy most meg tudom nektek mutatni, mert mindig kirakom Instára, hogy mit eszek, és mindig kérdezitek, hogy ezt hogy csináltam, és most itt van a megoldás. Úgyhogy ezt fel fogom most nektek venni. Első lépésben fel kell kockázni a cukkinit, vagy hát ilyen kis csíkokra vágni. Kell hozzá majd panír morzsa, grana padano, ilyen reszelt sajt, ürölt cayenne bors, és a titok az pedig az étkezési kukorica keményítő, ugyanis ez segít abban, hogy ne folyjon szét ilyen tútymákosra az egész. Ja, és elfelejtettem, hogy egy kis olívaolaj is kell hozzá, maximum egy evőkanellal, hogy össze lehessen szépen keverni. Tadám, el is készültünk, így néz ki, szerintem istenien néz ki, és egyébként az íze is nagyon jó. Mértékegységek azok így nincsenek, tehát hogy így nézzétek meg, és ahogy érzitek, úgy öntsétek, akkor adhatok hozzá még sót, én szoktam egy kis fokhagymagranulátumot hozzáadni, és most megy be a sütőbe 220 fokon, körülbelül 20 percre. Van, amikor odaégetem, szóval ne hallgassatok rám, csak nézzétek közben, hogy mikor jó. Sütik már a rántott békát! A húsikám az el is készült, és látjátok, így néz ki a cukkini, ami szintén elkészült, tök gyorsan megvagyok vele, és most tálalom. Brutál jól néz ki, egyszerűen imádom, istenért, ezt nézzétek, ilyen crunchy, sajtos, fú, próbáljátok ki mindenképpen. Kalóriaértéket azt most nem tudok mondani a cukkinihez, de tényleg minimálisabb, mint a rizsnek, de azért érdemes kimérni, hogyha számoljátok. Ez viszont 200 g csirkehús, úgyhogy ez egy ilyen könnyed, kicsit diétás ételnek is mondható, most pedig megnézem a sorozatomnak a következő részét,
és utána forgatás. Jó étvágyat, Patrik! Csináltam egy kávét magamnak, mert imádom a kávét, főleg kaja után, illetve most kell az energia. Ugyanis videózni fogunk, és szeretném nektek megmutatni az ilyen behind the scenes-t, hogy hogyan is néz ki egy ilyen forgatás. Tehát, hogy itt vannak az én kis szerszámaim, ez az adrié, fények, állványok, hát ez így néz ki egy ilyen lakás. Tehát a lényeg az, hogy azért nem minden olyan tökéletes, hogy be van állítva, de mivel az emberek szeretik a szépet, ezért minden apróságra oda kell figyelni. Csapó, indul! Fel is vettem az első rövidke snittet, és amúgy most vettem észre én is, hogy belevágtam a bajuszomba. Itt csináltam egy kis lyukat. Na mindegy, ilyen is történik. Elő fogom készíteni, ilyenkor mindig úgy szoktam, hogy előkészülök, tudjátok, mint az ilyen stál konyhájában, hogy már egy kiporciózom a kis hozzávalókat, és akkor már csak össze kell önteni. Mivel is kezdtem? Ja, a rántott túró Rudi, az volt az első ilyen főzős TikTokos videóm, és annyira megtetszett ez az egész, hogy már nem is tudom hányadik résznél tartunk. Szóval most neki fogok állni, és kiporciózom a hozzávalókat. Összeszedtem mindent, ami a recepthez kell, és így brutálisan néz ki együtt. Konkrétan 1 kg rögös túró, 1/2 kg krém túró, akkor 1 citrom héja, vaníliaaroma, 100 g porcukor és 1/2 kg torta bevonó. Ez brutál mennyiség. Na felvettem sikeresen a videónak az első felét, és itt van az asztalon az óriás Rudi, tényleg hatalmas, 1 kg túró, sőt, 1/2 kg túró, mert van benne krém túró, meg rögös túró, mindegy. Most be fog menni a fagyasztóba, holnapig bent lesz, hogy jó megkeményedjen, utána pedig be fogom vonni étcsokival. A lényegében amúgy ennyi, összevágom a videót, úgyhogy holnap találkozunk, most viszont trendet rakok, mert hatalmas ilyenkor a kupleráj, de tényleg. Tehát valahogy így néz ki egy forgatás utáni brutális helyszín. Itt van az óriás Rudi. Ezt figyeljétek, srácok. Egyébként tök büszke vagyok magamra, szerintem nagyon király lett. Ő most megy a fagyasztóba, ha befér. Itt van a csokoládé hozzá, úgyhogy ezek mind mennek majd a holnapi videóba. Nem tudom, hogy fog beférni a fagyasztóba. Tehát a konyha az jelenleg így néz ki, úgyhogy itt is rendet kell raknom, de hát ez már csak ilyen. Találkozunk a holnapi videóba. Folytatás következik. Na még gyorsan bejelentkezem, még nincsen másnap. Viszont 10 óra van, és azt találtam ki, hogy mennyire vicces lenne már, ha ez az óriás pöttyös egy óriás pöttyös csomagolóanyagba lenne így belecsomagolva. Szóval most a videó kedvéért nekiálltam barkácsolni 10 órakor, tehát hogy itt festek majd piros pöttyöket, meg ilyeneket rajzolok, meg vágdosok. Ja, néha azért elgondolkozom, hogy mit csinálok, de aztán rájövök arra, hogy b***ki Patrik, túl maximalista vagy. Nagyon-nagyon jó ötleteid vannak, és szeretem, amit csinálok, igen. Szóval ilyen a tartalomgyártás, amikor tényleg belefektetsz 200%-ot, mert egyszerűen meg akarod mutatni, hogy igenis te képes vagy rá, és szereted, amit csinálsz. De ez az élet bármelyik területén így van, bármilyen munkával így van, hogyha szeretnéd csinálni, akkor tegyél bele 250%-ot. Úgyhogy én most itt festegetek, holnap folytatom a videót. Körülbelül egy óra alatt készültem el, őszinte leszek, zenét hallgattam közben, és így annyira kikapcsoltam, hogy tényleg elhúztam egy órát. Szerintem tök jó lett. Ennek ugye lesz egy hátulja, és így hengerbe fogom majd így tekerni. Viszont most nagyon fáradt vagyok, szóval sziasztok, találkozunk holnap. Na srácok, újból itt vagyok, egy újabb nap virrat, és már most tudom, hogy ez egy káosz nap lesz. Elmondom, hogy miért. Először is dél van, most fogok ebédelni. Elhúztam kicsit ugye délelőttöt, mert be kellett fejeznem azt a videót, ami ma fog kimenni, és még mindig nem fejeztem be. De ugye fel kell vennem a Túró Rudi második részét, ezt követően el kell mennem egy helyre, ahol szintén videóznom kell. Viszont az a hely nagyon messze van, tehát tömegközlekedéssel 1-1,5 óra. És itt jön a bibi, hogy 2016 óta van jogosítványom, viszont Pécsen tanultam, ami teljesen más, mint Budapest. És hogy finoman fogalmazzak, Budapesten nem annyira vagyok jártas a vezetésben, már ha ilyen létezik, és már most gyomorgörcsöm van, tehát ugye az a fajta vezető vagyok, akinek teljesen gyomorgörcse van, és jobb, hogyha nem ül a volán mögé, ez tök szomorú meg minden. Most éppen erre gyúrok, hogy leküzdjem ezt a félelmemet, és kibéreljek egy ilyen sérnál, vagy valamilyen kocsit, amivel el tudok menni, mert az ugye csak fél óra, és akkor így időbe leszek, ugyanis csak 5-ig tudok odaérni. Úgyhogy rohanás van, most megeszem az ebédemet, elkészülök, felveszem a snittet, és akkor még bejelentkezem. Most fogok nekiállni a videónak, bekészítettem ide a dolgokat, egyébként pusztító a konyha ismét, tehát hogy ezt senki ne lássa. De megmutatom nektek, hogy hogy néz ki az óriás pöttyös, ugyanis teljesen megfagyott, és így
Wow! Hát, hogy így rendesen büszke vagyok magamra. Ezt figyeljétek, srácok. Basszus kulcs. Oh my god. Szerintem ez simán van, nem tudom, 2 kiló, másfél kiló, le fogom majd mérni. Azt már megnéztem, hogy van benne 4500 kalória, legalábbis lesz benne, hogyha a csoki máz rá fog kerülni. De ez így very big, úristen, nagyon király. Ez megy ide vissza, és most megolvasztjuk a csokoládét, be lesz vonva, és felvesztük a videót, és kész, megyünk az ügynökséghez. Tadám, végre elkészültünk. Hát nagyon nagy szenvedés volt az egész, és egyébként még mindig nem végeztem a videóval, csak most egy ilyen közép snittet mutatok nektek. Itt van mellette ugye az óriás pöttyös, az originál, és itt pedig az én óriás pöttyösöm, amúgy tényleg nagyon nagy, viszont 40 fokba csokoládés túrós desszertet készíteni, és ezt videóra venni nem egyszerű, de szerintem jól sikerült. Most fogok csinálni egy hatalmas csomagolóanyagot, be fogom csomagolni, felveszek még egy-két snittet, felvágom, és utána pedig még ki kell mennem 1 órányi útra, úgyhogy remélem nem fog addig meghalni, az ügynökséghez megkóstolni a haverokkal. Hát gyerekek, így néz ki a végeredmény félbevágva. Én nagyon büszke vagyok magamra. Ez mennyire jó már? A csomagolás is nagyjából majdnem hasonló, de hogy így, oh my god, how cute! És nézzétek, ez egy szelet. Most ugye megkóstolom, de amúgy még fagyos kicsit. Nézzünk egy tésztesztet. Amúgy, wow, fagyos még. Oh my god, ez egy az egyben ugyanolyan ízű, mint a pöttyös. Tényleg. Na jó, nem. Nagyon finom. Na végre elkészültem, mint a Dóra felfedező szedbe, a kis hátizsákom, a Rudit pedig becsomagoltam egy ilyen, nem is tudom, Mirelit zacskóba, vagy hogy hívják ezeket, amik így nem engedik, hogy kiolvadjon, és Budára fogok menni tömegközlekedéssel végül, ami 1 óra, nagyon bízom benne, hogy nem fog addig elolvadni, és nem fog megromlani. Szóval találkozunk az ügynökségnél, a lányok már várnak, bízom benne, hogy minden jól sikerül. Na srácok, megérkeztem az ügynökséghez, és szerencsére nem olvadt el, tehát hogy így ki se olvadt, nem tudom, nagyon szuper az ikázsák. Most meg kell várni, hogy egy kicsikét így felolvadjon, beállítjuk a dolgokat, hogy mi hogy lesz, hogyan veszem fel, stb. Kitaláljuk, és lényegében ennyi ez a kis rövidke videó. Nekem nagyon tetszett amúgy így az elkészítése, úgyhogy ha tetszik, és azt látom, hogy tényleg szeretnétek még hasonló videókat, akkor lehet róla szó, hogy esetleg más desszertet megcsinálok ilyen hatalmas verzióba. Ezt írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek valami hasonlót látni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok srácok! A múltkor túró Rudi evés közben azon tűnődtem, hogy milyen lenne, ha az óriás pöttyös tényleg óriási lenne. Ezért arra gondoltam, itt az ideje megcsinálni. Nézzük a hozzávalókat. 1 kg rögös túró, 1 citrom héja, 1/2 kg krém túró, 1/2 kg csoki, 100 g porcukor és vanília aroma. Valamint egy hatalmas lábosra és folpakra. Először is összeöntjük a hozzávalókat, és mint láthatjátok, tényleg nagy tára van szükségünk. Ezután óvatosan elkezdjük összekeverni az egészet. Srácok, isteni illata van. Kiterítjük a folpakot, aminek a segítségével könnyebb lesz hengeri alakítani a masszát. Egy spatula segítségével elkezdem eldolgozni a túrót, és végül felgöngyölítem az egészet, mint egy óriás palacsintát. Mehet is a fagyasztóba. Addig gőz fölött megolvasztom a csokoládét egy kis olajjal, így lesz igazán krémes. Wow! A jéghideg Rudit nyakon öntöm a csokival, ami meg is dermed azonnal. Az egész körülbelül 4500 kalória és majdnem 2 kiló. Oh my god! Igazi öröm, ha a barátaid az utolsó darabig felfalják az óriás pöttyösöd.